Olyan abszurd düvel fordult így a kormányzat egy időben az alternatív vagy nem külszínházak ellen, hogy nem is értettem pontosan, de hát ugye volt már neki a filozófusokkal is problémája, meg úgy mindenkivel. Most legutóbb ugye az a hír, hogy a Proton Színház, mint ezt Facebook bejegyzésében tudatja nézőkkel, hát egy nulla, azaz nulla forinti támogatást kapott, és ezt megelőzően, hogy a TAO-t helyettesítő emberi erőforrások minisztériumának előadó művészeti szervezetek többlet támogatásából pedig szintén sikerült kicsippenteni 0 millió forintot. Vendégünk Mundracó Kornélis Büki Dóra. Kezeit csókolom, jó reggelt kívánok, szia! Hogy ezt most ki nem adta oda ezt a pénzt, mert ez nekem nem volt teljesen világos, most ez fővárosi pénz, vagy ez állami pénz, vagy ez mi volt ez a legutóbbi nulla forint? Ez az éves működési támogatás, amihez a EMI-hez, illetve hát most már a KIM-hez, az Emberi Erős Források Minisztériuma volt az EMI, pályázott az ember minden évben. Ez egy egyre csökkenő keretet biztosította a függetlenek számára, mármint az állam biztosította egy egyre csökkenő keretet. Ugyanakkor a támogatás magát, a támogatás összegéről egy független kuratórium döntött minden évben, ahogy most is. Független kuratórium az, tehát független kritikusokból és nem tudom, egyéb színházi szakemberekből álló kuratórium. Tehát ez a független, de szakemberekből álló kuratórium úgy ítélte meg, hogy a Proton Színház nem érdemel egy fillért se? Igen. Ó. Oh. Mi lehet ennek az oka? Mert azért ez így egy kicsit radikálisnak tűnik. Az oka arra hivatkoztak, hogy mivel annyira lecsökkent a keretösszeg, amit ők szétozhatnak, ezért bizonyos társulatokat, például minket is, pénzügyileg stabilabb társulatoknak, vagy társulatnak ítéltek meg, de például a Pintér Béláékat is, akiknek nem fog fájni, nem fog hiányozni a büdzséjéből az, hogyha nem kapják meg ezt a működési támogatást. A mi struktúránkról annyit kell tudni, hogy a 15 éve működünk, lassan az eleje óta hát ilyen 10-20-30%-ot tesz ki az éves költségvetésünkben a működési támogatás, vagy bármilyen itthoni támogatás, a többit az külföldi fesztiválokon és színházakon történő vendégjátékokból keressük meg tulajdonképpen saját magunknak. Azonban a COVID után ez a bevételi forrás nekünk erősen megcsappant, a COVID alatt ugye le is álltak a vendégjátékok, utána lassabban indult újra. Tehát pont a legnehezebb gazdasági helyzetben minket illetően, a többiekről nem tudok, mármint lehet, hogy a Pintér Béláéknak most könnyen, valóban, de nekünk a legnehezebb gazdasági helyzetben jött ez a döntés. Ugye nem nagyon látják ezt azért a kívülállók, azt gondolják, hogy mindentől van egy bevétel egy színházban, ugye a büfé, meg a jegyeladás, meg a nem tudom micsoda, abból ugye X összeg összejön, és hogyha ugye nem jön az állami támogatás, hát akkor ezt a részt kell növelni, de hát ugye én azért nagyjából tisztában vagyok vele, hogy mennyit kell adni egy színházjegyet ahhoz, hogy hát abból megtérüljön egy előadás, ez azért elég közel van a lehetetlenséghez. Hát nem, tulajdonképpen nem lehet, tehát Magyarországon csak veszteséggel tudtunk mindig is játszani, és ezt a veszteséget mi a saját magunk által külföldön megkeresett pénzből finanszíroztuk. És a Kornéllal együtt azt éreztük, hogy ha ehhez nem kapunk már támogatást, akkor nem szenvednénk tovább. Mert tényleg, tehát sokkal nagyobb energiabefektetés itthon játszani, sokkal nagyobb felelősség az elejétől a végéig, a büdzsé megteremtésétől a színházjegyek eladásáig, minden az én felelősségem, és illetve a Proton Színház felelőssége, már nem, mintha sokan dolgoznának ott. És ez akkor, amikor az ember kap egy ilyen nullát, akkor úgy érzi, hogy hát ez minek? Hát gyakorlatilag ezzel azt mondják, hogy nincs rád szükség. Mundracó Kornélt kérdezem, hogy minek szenvedjünk tovább, azért nem azt jelenti, hogy most akkor feloszlik a társulat. Ez egy nagyon nehéz kérdés, szóval hát akkor tudunk működni, hiszen előadásokat tudunk létrehozni, és játszani tudunk. El fog készülni egy új előadásunk, amit külföldön játszani fogunk. Ugye ez is már ugye mínuszba vagyunk, mert ugye nagyon számítottunk, hogy egy állami támogatás
bizonyos részét le fogja vedni a költségeknek, meg számítottunk is rá. Ezt az előadás sorozatot végig fogjuk játszani külföldön, ezt most Magyarországon nem tervezzük bemutatni, hogy utána mi lesz a színház sors, azt nagyon nehéz megítélni, mert ugye egyszerre tényleg van a csökkenő állami támogatás, utána van ez az úgynevezett demokratikus elosztás, ami nagyon nehéz is, mert egyfelől a kuratóriumot az ember meg is érti, meg nem is érti meg abban az értelemben, hogy milyen szempontrendszer alapján támogat társulatokat. Az mindenképp szeretném hozzátenni, hogy az elmúlt 20 évben talán minden idők legsikeresebb külföldi színház, a Platon Színház, ami ugye az észrevétlenségbe tudott ezzel a reputációjával maradni, ami nem tudna előfordulni egy másik országba. Ezt biztosan állíthatom, mint ahogy azt is állíthatom, hogy a Platon Színház jóval elismertebb külföldön, mint Magyarországon, ami nem jelenti azt, hogy ne lett volna Magyarországon egy nagyon komoly nézői bázisunk. Uh-huh. Mindig is, amikor azt ítéltük meg, hogy a megkeresett pénzt, amit külföldön sikerült, hogy mondjam, nyereségként elkönyvelni, azt nem hazavittük, se a Dóri, se a kollégánk, se én, hanem visszaforgattunk azért ebbe a magyarországi játszásból, hogy tudjuk tartani a kapcsolatot a magyar nézőkkel, illetve, hogy ennek a kulturális szférának a részé legyünk. Persze mindenkinek lehet utána egy életdöntése, hogy elmegy ide-oda dolgozni, de az nem ugyanaz, mint a Platon Színház, mint gondolat, ami ebben a függetlenségben hitt. Én, akiket ismerek, színházi embereket, azt tapasztalom, hogy ez létezik, tehát minden, hagyjuk az egészet a francba, tényleg menjünk el Uber sofőrnek, aztán valahogy mégis mindig állandóan színházat csinálnak. Ha nincs egy fillese, akkor abban, ha a saját pénzüket kell betenni, akkor is, azért úgy érzem, hogy ez nagyon kemény drog. A színház önmagában persze, meg egyáltalán kultúrát csinálni persze, meg ugye az is van ebben, hogy a kultúra az úgy működik, mint a akármilyen kemény a beton, azért a virágok vagy a növényzet keresztül növi. Ez maga a kultúra, szóval mindig is meg fogja teremteni saját magát. Azt is lehetett látni, hogy az utóbbi időkben elég mostanra körülmények vannak, kultúra különböző ágazatai, nem csak a független színházakat érintették, és mégis készültek el művek, akár nulla pénzből készült filmek, és a többi, és a többi. Sokkal nagyobb kérdés, hogy lehet erre életet, életművet alapozni. És amennyiben igen, akkor az egy nagyon komoly életdöntés, és hogy kinek mennyi és mennyi ideig fér ebbe bele, ezek a feszítő egzisztenciális és identitás kérdések fognak felmerülni szerintem bizonyos kor után. Ugyanez az újságírásban is így van, csak szeretném jelezni, de hogy ha alapvetően akkor viszont tényleg adja magát ez a dolog, hogyha külföldön nyilván nem is extra profittal, de valamelyest mégiscsak elviselhetőbben lehet működni, hát akkor ott kell működni, és néha vendégszerepelni, hazajönni Magyarországra, főleg úgy, hogy itt azért bejáratott helyek, kapcsolatrendszerek vannak, és útvonalak. Igen, ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye engem természetesen hívnak, a Dóri biztos tudna magának is állást találni, sőt, ugye kapott is nem egy ajánlatot. A színészek felé tartozó felelősségünk, ugye magyar színész magyarul játszik Magyarországon. A gyönyörű a színházban, az tulajdonképpen az, hogy elég nacionalista műfaj, majdnem mint a folklór, vagy a néptánc, tehát minden országnak, egy helyi közösségnek van egy színháza, ahol az adott helyi nyelven beszélnek, és azok a színészek lesznek meghatározó figurái az adott mikroközösségnek, és ilyen értelemben azért egy külföldi magyar társadalmat fenntartani, az inkább egy illúziónak hangzik, tehát bár ilyen értelemben természetesen a Toronton gondolatot tovább lehet vinni a színészek nélkül, csak hát mi azért is csináljuk, hogy a színészekkel, vagy a társulatunkkal, mi egy fantom társulat, tehát egy ilyen értelemben nincs, vagy nagyon kevés, tehát csak a Monari Lili van leszerződtetve, de hogy azért ők iránt felelősségünk a legfontosabb, és ezért is tartottuk fent. Igen, ez az állandó és brutális dilemma, hogy mert akkor ezek szerint ti tudnátok boldogulni, ha lelépnétek, viszont az azzal járna, hogy itt kéne őket hagyni, és azt mondani, hogy hát akkor mostantól mindenki boldoguljon, ahogy tud.
Hát, ja, nem. Na ezt most nem cserélnék. Tehát ez a tipikus az a dolog, hogy elrontsam el a saját életemet felelősségtudat miatt, vagy pedig legyek pszichopata, és csak magammal törődjek. Nem, ezt nem szívesen vállalnám fel, ezt a döntést. És viszont a helyzet meg nem tűnik úgy, hogy nagyon megváltozna, és hogy újra pénz kerülne a kultúrának ebbe az ágába. Hát igen, bizonyos szempontról ezeket biztos, hogy érdemes lenne figyelembe venni. Szóval, hogy mondjam, a független kuratóriumoknak is valami fajta standardet be kéne vezetni. Szóval ilyen értelemben az, hogy tulajdonképpen az, hogy az embernek a teljesítménye nagyon magas és nagyon elismert, az tulajdonképpen abba az irányba viszi a döntéshozókat, hogy ne adjunk neki, abban van valami bizarr. És ilyen értelemben természetesen az ember megért, hogy ki szorul rá jobban, és ki nem szorul rá jobban, ami ugyancsak egy nagyon furcsa logika a kultúra területen belül, hiszen ez nem egy szociális elosztó intézmény. Szóval a végén természetesen, de közben azt az állami cinizmust is lehet látni mögött, hogy nagyon kevés, osszátok szét magatoknak, üljétek meg egymást, ha döntéshozó lennék, és csak a politikai technokrácia felől gondolom végül, akkor egy nagyon okos rendszer, de természetesen ebben a pillanatban ugye olyan, hogy mint hogyha én vagy mi magunk ellen kellene beszélnünk, ami ugyancsak teljesen abszurd és cinikus. Tehát ilyen értelemben ez az ágazat nincs felvállalva, elismerve, és tulajdonképpen a leszalámizása folyik évek óta, amiben a Proton Színház megpróbálta a maga területén megteremteni azt a modellt, ami azért 70%-ban, 80%-ban a piacról tartja el magát, de hát már ez már önmagában egy olyan bravúr volt a Diki Dóra részéről, ami azért nagyon kevés magyar színházban. Igen, ez egy nagy arány. Tehát az eddig általam ismert számokkal kapcsolatban óriási arány. Ha hasonlítanánk a színházakkal, akkor ez egy óriási arány. Viszont a megoldás meg egyébként teljesen egyszerű lenne. Tehát megpályázzák a színházak ezeket a lehetőségeket, megkapják a pénzt, az egészet berakják egy közös kalapba, és igazságosan utána egymás közt maguk elosztják. Nehéz megmondani, hogy ez pontosan, hogy lesz biztos, hogy meg kéne emelni ezt az összeget ahhoz, hogy fenntarthatóvá váljanak ezek az intézmények, valamint a külszínházaknak és a függetleneknek, amik évek óta egy hosszú dibét sokkal közelebb együtt kellene dolgozni ahhoz, hogy belássuk egymás eredményeit. Azt is lehet látni. Én nagyon sokat dolgozom külszínházban külföldön, most azért nem dolgozom külszínházban, mert felelősséggel tartozom a Proton Színház iránt. De azt látom mindig, hogy a függetlenség és tulajdonképpen a független társadalmak felül jön az a megtermékenyítő szabad gondolkodás, amit aztán magáévá tett ennek a külszínházi alkotók is. Ez külföldön és Magyarországon egyaránt így van. Ilyen értelemben ez a két műfaj, ez ne különöljön el egymástól ennyire, hanem sokkal közelebb dolgozzon egymáshoz, az biztos, hogy előre vinné a magyar színházművészetet. Hát észszerű, hiszen ez egy tök mesterségesen kialakított szembefordítása, hogy elnézem. Hát persze, lassan nincs átjárás benne, tehát az is teljesen abszurd, hogy tulajdonképpen színészeknek is nagyon jó lenne mind a két irányba dolgozni, de utána már, hogy mondjam, olyan rigid a közszínházi rendszer is, és hogy mondjam, nekik is megvan a saját nehézségeik, hogy nagyon nehéz az átjárás. Tehát az, ami régen volt, az a modell, hogy a Tápszínház és a Katona József Színház között azért nem volt akkora őrületes különbség, mint két helyen lehetett főszerepeket játszani, az egyre inkább távolítják el mesterségesen egymástól ezt a két színát? Én úgy gondolom, hogy igen, és azt látom, hogy tehát vidéken teljesen megszűnt, Budapesten még azért van egy pár játszóhely talán, ami még ilyen értelemben nyitott tud lenni bizonyos független előadásokra. De azért nagyjából az szokott lenni, és ez ugyanállom, ez mindig ott ért véget ezek a megbeszélések sokszor, hogyha nem az időbeosztásomnál, hogy akkor jó, akkor csináljunk valami olyan előadást, amiben te gyere, de a színészeid ne jöjjenek. És akkor azt látod, hogy
hogy ezt nem tehette meg a társulattal szembe, vagy az emberekkel szembe, hogy akkor hogy lehet ezt valamennyire vegyíteni, hogy lehetne ezt. És akkor látok ilyen kezdeményezéseket most, hogy a dollárpapa meg az örkény együttműködik, abban van előre mutató gondolkodás. De eddig tulajdonképpen a közszínházi, meg a nyitottabb közszínházi helyeknél azért ez egy nagyon zárt rendszer volt, és nem, ez nem, mi nem lehet a társulatunk, és oda be nem teszi senki a lábát. Nem feltétlenül jó, nyilván egy idő után demoralizáló, hogyha folyamatosan főszerepre hívnak különböző embereket, de független színházakban még nem ez szokott megtörténni, illetve azt is lehet látni, hogy a generációváltás az most nagyon-nagyon-nagyon lassan talán elindulni látszik, ami nagyon sokáig fogva tartotta a Magyar Színházat tényleg 25 év késéssel sikerült átadni, és akkor most 1000 példát lehetne sorolni, amiben ugye én nekem van egy ilyen Janusz természetem, hogy két műfajban dolgozom, filmben és színházban egyaránt, tehát filmben megtörtént a generációváltás, és én tulajdonképpen ott egy úgynevezett nagy generációnak a része vagyok, aki lecserélte a filmes gondolkodást. Színházban meg tulajdonképpen egy igazán vesztes generációnak a része vagyok, ahol még ezek a várak nagyon erős kézben voltak, és ott tulajdonképpen nem történt meg az a természetes továbbélése, vagy a generációknak, ami meg most Magyarországban egyébként is jellemző az, hogy egy-két generáció mindig kimarad egy erős generáció. Minden esetre hát remélem, vagy itt, vagy ott, vagy máshol, de mindegy, hogy folytatódhat ez a munka Büki Dórának, Mundrocó Kornélnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sok sikert, és gratulálok addig ahhoz, amit eddig sikerült elérni. Minden jót!